A kárpáti bolszteres szarvasmarha fajtát a Poján Egyesület jóvoltából ismerhették meg a vendégek a Mikóházi Történelmi Pince soron. Ez a kettős hasznosítású fajta szinte eltűnt hazánkból. A civil szervezet azonban felvállalta, hogy a szarvasmarhát vissza a háztáiba program keretében visszahozza a köztudatba. Bár Magyarországon a háztáji szarvasmarhatartás teljesen eltűnt, de azt gondoljuk, hogy ennek nem kell így lennie, és ezért elindítottunk egy programot, a Tehenet vissza a háztáiba programunkat, amiben viszont azt gondoljuk, hogy ez az őshonos szarvasmarha fajta, ugye ez lenne a harmadik őshonos szarvasmarha fajtánk, ez teljesen jó háztáiba, hiszen a szürkéhez képest sokkal szelidebb, kezelhető, mondjuk a magyar tarkának is a fele, tehát egy háztáiba kifejezetten alkalmas fajta. A nyáron kézzel learatott búzát letűnt idők technikájával csépelték ki. A 100 éves cséplőgépet egy 50 éves Dutra típusú kis traktor hajtotta. Ezzel a cséplőgéppel gyakorlatilag a kis paraszti gazdálkodások egynapos csépléseit bonyolították le, tehát reggeltől estig lehetett vele dolgozni. 1380-as fordulatszámon dolgozik ez a gép, 580 mm-es dob szélességgel rendelkezik, úgynevezett szeges dobos cséplőgép. A Hajdúböszörményi Veterán Traktorosok Egyesülete által bemutatott járműveket nem csak megnézhették, hanem ki is próbálhatták az érdeklődők. A rendezvényre nem csak helyből és a környező településekről érkeztek vendégek, hanem tengeren túlról is. Kaliforniában vagyunk a feleségemmel és a barátaimmal, és a másik barátomnál lakunk itt. És ő általa, a Marika, egyébként névnapja van neki, azért vagyunk itt, által tudtam meg ezt a helyet, és az nem igaz, hogy milyen szép. És visszajövünk ide, annyira szép. Mikóház önkormányzata 5 évvel ezelőtt indította el a helyi termékfesztivált a helyben megtermelt élelmiszerek az állattartás népszerűsítése érdekében. 2011 óta nem ez az egyetlen ilyen jellegű rendezvény a településen, és egyre több szervezet is felvállalja a hagyományos falusi ízek előállítását, bemutatását. Keressük a régi értékeket. Úgy gondolom, az érték nem csak az, ami máshol van, külföldön, vagy éppen más helyeken. Az érték megvan mindenütt, csak meg kell, hogy találjuk. Hát mi most ezeket keressük, és úgy gondolom, meg is találtuk azzal, hogy vannak olyan szakemberek, akik még emlékeznek a csépésre, vannak finom gyümölcspálinkák, vannak finom nagyon jó borok, nagyon jó gyümölcs. Régi gyümölcsfajták. Úgy gondolom, ez mindenképpen fontos a hosszú távú jövő építése szempontjából. A helyi termékek fesztiválját tovább színesítette a főzőverseny, a néptánc és népzenei bemutatók, a helyi termékek és kézművesek vására. De Mikóháza, lengyel, cseh és szlovák testvértelepülése is bemutatkoztak a rendezvényen. Fiatal az édesanyja, azt is kezdett.